Csó, minden. Én jövök ki már megint a konyhába. Még nem jó volt a szobába. Tökéletesen megfelel itt is. Így. Nem is kell nagyon itten eltúlozni a dolgokat. Fölveszek egy ilyen sapkát. Fogom a fontosabb dolgokat. Igazából ennyi is. Ide előre csúszok hozzátok. Mi kell egy vloghoz? Semmi. Bármit, hogy kell. Na, az a témám máma, hogy mi kell egy vloghoz. Egyébként volt valami rajta, valami maradt rajta. Mi kell egy vloghoz? Egy kamera. De jó, igen, egyébként tudom, csak most el akartam itt viccelődni, de akkor nem viccelődök el, hanem akkor nyomom folyamatosan a szöveget, végül is ti azt halljátok, hogy nyomjam folyamatosan. Szóval, mi kell egy vloghoz? Hát kell egy kamera, kell egy szoba, vagy egy ilyen garázs, vagy valami háttér, vagy egy helyszín. Lehet vlogolni az utcán, a háztetőn, a WC-be, a fürdőszobába, kezdve mindenhol, még a holdon is, szóval az nem számít. A lényeg, hogy kell egy helyszín pontosítva. Meg kell lesz te, ugye, aki önmagad vagy, és akkor beszélgetsz. Más, semmi nem kell más külön. Ennyi kell. Ez mi? Aztán már itt lehet cifrázni, hogy most attól függ, hogy kinek mennyire futotta életibe. Érted, hogy kamera kép, hogy most érted, mire tehetok, szóval, hogy vlog videót mindenki tud csinálni. Az már más tészta, hogy na, ez sem már lett. Szóval, hogy tök mindegy, hogy most érted most a kamera, hogy most mivel veszed, vagy hol veszed, vagy mert én láttam már sokféle vlogot. De jó, az nyilván te, mint ember, szívesebben nézel meg egy full HD-s extra cifrázott vlog videót, mint egy 140, nem is tudom hány P-je a legdurvább, a legszarabb 140 valamennyi P-s videót, és akkor olyan homályos, rácsos, rezgős hang se jó annyira meg üzét. Szóval érted, azért attól függ, hogy mit nézel meg. Tehát én magamban indulok ki, szívesebben néz, hát jó, azért nem kell ennyire cifrázni, de egy minimum, hát igazából nem is mondom ezt, hogy HD a kötelező, hogy én csak a HD videókat nézem. Én megnézem a 480p-t is, érted, meg a 360-at is végül is. Csak azért tényleg azért a 200-tól alattibb, az azért már elég durva, az azért már én sem nézem meg. Tehát azért az tényleg én nem is tudom, hogy az minek, hogy én ezt érted. De láttam már tényleg olyat, ilyen 200p alatt vettem. Ott kaptam nagy fasz, szóval én azt tényleg nem nézem meg. Én a 360p-t azt még úgy mondom rá, hogy jó van. De egyébként egy minimumi mondjátok már mi, egy minimumi, hogy mondják ezt? Na mindegy, szóval, hogy alap az a HD nálam. Nem, az alap az a majd meg elharapom a nyelven. Alap az a 360p. Onnantól jön fölfele a HD, meg a full HD nálam. Annál ágyna. Isten, itt már neki leveszem ezt a siskát, vagy sapkát, mert nem tudok beszélni, merem garantálni. A gyerekek milyen itt? Morzsa a székbe? Szóval itt vagyok újra. Alap a 360p. Az az elvárás. Utána már csak a HD, meg a full HD van. Jó, van még közben nyilván más is, de én azokat már nem olyan érzékel YouTube, jó, nyilván 480p-t is érzékel, de én most csak a alapot mondtam. Tehát annál lejjebb nekem ne azért mutassatok nekem videót, érted? Mert én attól agyfasz kapok. De mindegy. A másik dolog. Na most itt elkezdtem, hogy mit kell egy vloghoz. Erre föl már kitértem arra, hogy most melyik B-ben hogy vagy-e föl az ember. Jó. Nyilván vannak többféle márkák. Nyilván minden kamerának megvan a saját maga használata, vagy érted? Mert most nem
fényképezőgéppel veszed, vagy éppen most én, mint ebből a sportkamerával. Nyilván nem egy GoPro, de igazából, hát nem is tudom. Ha már itt tartunk, a GoPro-ról akkor beszélnék pár szót. Van ugye a Vive, most a legújabbakat mondom, nyilván én már elfelejtettem a Hero 2-t, meg az ilyeneket. Szóval én már Hero 3-tól indítok. Onnantól meg van a White, a Silver, Silver Plus, Black, meg a Black Plus. Na most, a White az a legolcsóbb GoPro. Ugye most itt az újabbtól számolva, 2013-tól kezdte ezeket gyártani, azt hiszem nem vagyok benne pontos. De mindegy, a lényeg, hogy a White az a legolcsóbb GoPro. Na hát az most érted, igazából arra való, jó, nyilván sportkamerán találták ki, de nem érdemes arra használni, arra akkor már inkább gyűjtsél, vagy Silverre, vagy Blackre. Tehát ha most tényleg sport izéket akarsz fölvenni, síeléseket, úszást, meg ilyen hegymászást, meg ilyen repülős cuccokat, akkor arra inkább gyűjtsél. Most egy vlogot akarsz csinálni, és menősködni akarsz, hogy most neked GoPro-dra van pénzed, és akkor életed arra tökre elég a vágy is, szóval igazából arra tök fölösleges nagyobbakat költeni, ha életed során 80%-át szobába töltöd le, nem, és sehová, ilyen külföldi izékre, meg ilyen hú de, hogy én úszok a nem is tudom hol, Atlanti óceánba, és akkor azt érted nem akarod fölvenni, akkor nyilván ne vedd meg a drágábbik GoPro-t. Én ilyen sima vlogoláshoz, de én valahogy nem tudom, nem is tudom mióta, de valami óta én csak a GoPro-t szeretem. Vagy érted, hogy mondjam, hogy én abba bízok meg benne. Na most van ez a kamerám, ez egy ilyen utánzat cucc, ilyen sportkamera utánzat. Jó, én ezt vlogoláshoz használom, de rájöttem, hogy nem olyan jó. Mert a hangminősége nem olyan jó. Jó, mondjuk nem tudom, GoPro-nak se olyan valami fasza. Főleg nem a White-nak, de legalább van, tehát azért neki van azért alapja, van az a neve, benne van a márkája, a GoPro, benne van minden, a márka, a lényeg, és amit meg kell fizetni, ugye. És nem mindegy tényleg, hogy egy mivel veszed föl, vagy egy GoPro-ba, érted, tehát azért a márka azért oda tesz egyébként rendesen, és én ezt akarom követni, ezt a izét. Én most erre gyűjtök, megmondom őszintén, erre a GoPro-ra. Elég a White. Én nem túlzom el, én nem túlzok el semmit, nem kell itt extra Black-et, meg itt 300 GoPro-t berakni a szobába, és akkor percenként, sőt, másodpercenként változik a képen, hogy melyik hol van most éppen. Nem kell túlozni. Elég egyetlen egy GoPro White, a legolcsóbb tudsz. Berakom, már elég, benne van a nevében GoPro, kész, onnantól elég. Hú, gyerekek, jó, nyilván nem olyan a minősége, mint a Blacknek, de most ezt lehet cifrázni, de én nem akarok cifrázni semmit, senkinek, sehol, semmikor. A másik ebből ezt akartam kihozni, hogy a White-ot ugye nem tervezték olyan Full HD-s videó, föl lehet venni vele Full HD-ba, de nem arra tervezték, mert csak keskeny beveszi föl a Full HD-ba, a HD-ba a legszélesebb. És én HD-nél, ha meglátjátok a csatornát, megnézitek a csatornámat, akkor most van Full HD-s kamerám, tehát én minden videómat nem tudnám csinálni Full HD-ba, meg full extra izékkel látni, szerkezgetni óránként, de én nem foglalkozok ilyenekkel, megmondom őszintén, mert én nekem nem ez a világom, tehát én nem ezért kezdtem el videózni, hogy én itt full extrákat berakjak a videót. Csinálja más, csinálja az, aki szeretni, mert valaki szereti, valaki szereti. Valaki napokat eltölt abban, hogy egy videót megcsináljon, én nem szórakozok. Nem cifrázok, bekapcsolom, jó van, menjen, az kész. Nem, hát ilyen egyszerű. Végülis ennyi kell egy vloghoz, nem kell fullosan elcifrázni a dolgokat. Ezt mindenki tudja. És akkor most mit akartam ebből kihozni? Valamit ebből ki akartam hozni, de mindegy, most már akkor elmondom. A lényeg, hogy... tehát igazából... én most azt akarom elérni, hogy GoPro legyen. Tehát, hogy egy neve benne legyen. Érted? A név a lényeg, a márka. Megtehetem, szóval, érted? Ennyi a lényeg az egészben. Ennyit akartam igazából mondani. Semmi más. Ja, meg annyit, hogy
tényleg azért, ha már valaki elkezd videózni, ugye ebből most kiindulok, akkor azért ne kezdjen már úgy annélkül videózni, hogy nincs egy normális kamerája. Most mit értek, hogy normális kamera? Hát legalább egy mai világban mondjuk már telefonnal szebb kép videót lehet csinálni, mint egy extra fullos kamerával, de most mindegy. Szóval érted, minimum kitérő az 360p, ide is írom, kamera mellé, tök mindegy milyen kamerád van. Lényeg, hogy 360-ra képes legyen, meg a HD-ra legalább. HD odaírva kisbetűvel. Azért a HD mai világban minden ember a HD videókat szívesebben nézi. Full HD-s tévék vannak ugye, meg ilyen izék, szóval azokon jó mutat a HD felvétel. Na, aztán a másik, a helyszín, az tök mindegy. Az tök mindegy, hogy milyen helyszín van igazából, minél jobb ötleted van, annál jobb a videó hangulata. Mert most kiülsz a tetőre, vagy fölülsz a tetőre. Deli Peti, ugye? Tök jó, ötletes. Fölülsz a tetőre, tök jó. Beülsz a WC-be, ott is tudsz rogolni, fürdőkádba is tudsz rogolni. Mindenhol tudsz, az nem számít a helyszín. Az a helyszín igazából arra van, hogy azért megadja a hangulatát a videónak. Szívesebben nézek meg egy videót, ha mondjuk a Holdon beszél az ember. Érted? De mondjuk megnézem azt a videót is, ha mondjuk a alaksorba, vagy mondjuk a limpe van valaki, érted? Szóval az nem számít. Az igazából tök mindegy, hogy hol vagy, mindenféleképpen hangulatos. Most ennek a videónak is megvan a saját maga hangulata. Ugye egy helyszín, most mi a helyszín? Egy bérházba ülök egy kisebb szobába. Ez a helyszín. Ennek is megvan a hangulata, mert itt megvan a színek, meg a háttér, meg a bútorok, meg a izé. Szóval érted, ez nem számít annyira. Mert helyszín, most nem tudsz olyan helyszínt, hogy ne nézd meg egy videót, mert mondjuk a WC-be van, vagy én nem tudom, érted, én most ez nem olyan számítós, tudsz, kombós. A másik az illető, ugye te magad, aki vagy, hát most az nem számít megint csak, nem vannak beszédhibások, meg izé, meg ilyen fogyatékosok, érted, és ha azok is szeretnének vlogolni, akkor mi van, miért ne vlogolnak? Hát az én sem tudok beszélni, mégis vlogolok. Én nekem is egy szakad a nyelvem, nem tudok elmondani egy mondatot anélkül, hogy ne akadjon össze a nyelvem. Szóval, igazából mit akartam ebben mondani, a kamera a lényeg, semmi más. Sőt, még az sem annyira. Semmi nem lényeg, semmi, érted? Szóval, nincsenek azért határok. Igen, a vlog azért szeretjük, azért jó, mert nincsenek benne határok. Mert határokat át lehet lépni, meg lehet szegni, vagy ezt hogy mondják. Na mindegy, szóval érted, a másik meg, hogy itten szerda volt, meg csütörtök, hát szerdán egyáltalán nem raktam föl videót, ezt láttátok is. Csütörtökön ugye fölraktam a Minecraftot, én tök beteg vagyok amúgy. Mert már mint úgy nem vagyok beteg, érted, mert voltam ennél rosszabb is, hát láttátok a videókat, kórházban voltam, meg mindenhol. Hát most már csak az a baj, hogy ugye lefogytam, nagyon sokat lefogytam, és most már csak ebbe az egy hétbe, hát már nem sok van hátra ebből az egy hétből, meg itt ahogy jön a húsvét, ugye hát húsvét, hát nekem meg kell híznom, mert most egy ilyen hízókúrán vagyok, igazából azért nem megyek sehová, azért vagyok kiíratva mindenhonnan, hogy itthon legyek, meg kell, hogy erősödjek. Húsvét, jön a húsvét, egyek sok izét, sonkát, meg mindenféle cuccot, ennyi. Ja, aztán a másik, hogy ugye csütörtök, igen, felraktam egy vizét, gameplayt. Pénteken meg felraktam, ugye ma egy vlogot szántam, de lehet, hogy kettőt rakok fel, vagy nem tudom mennyit, mert még azon van egy pár azon a kamerán ottan. Szombatra szerveztem egy gameplayt, semmi hatásos. Lehet, hogy még lesz egy spontán beszélgetés, vagy ha nagyon-nagyon kedvem van, hogy vlogoljak, akkor lesz egy vlog is várható. Vasárnapra mindenféleképpen egy vlog lesz, az már más kérdés, hogy hol leszek. Úgyhogy az már meglepetés, de még nem éljük belül magunkat, mert nem biztos, hogy teljesül a húsvéti extra. Dikkel dugom a tollat. A másik meg, hogy húsvétkor a locsolkodás, ugye jön a húsvét, húsvéti verseket fogok csinálni, mert mindjárt meg is csinálom. Szóval ilyeneket várhatok tőlem, ugye ünnepek. Reméljük, hogy minél több pénzt fogunk gyűjteni, és akkor minél hamarabb meg tudom venni a GoPro-t, és akkor ennyi igazából. Sziasztok!
puszilok mindenkit, klubba. Ja, a másik, ha már most itt eszembe jutott a dolog. Várjál. Várjál már egy kicsit. Szóval, a másik a dolog, a legfontosabb, hogy most azért most tök mindegy, hogy most te most kivágod a, egy vlog, mert egy vlog egy nem olyan ez a vlog. Most egy vlogod úgy is be lehet fejezni, hogy jó, vagy akkor cső, psz, az kinyomod. Meg úgy, hogy akkor cső, és akkor izé, utána egy ilyen full extra, nem is tudom mit beraksz ide. Tudod, ez az intro cuckombósítása. Na mindegy. Én ezeket nem az én világom, szóval én azért kezdtem el vlogolni, hogy vlogoljak. Nem azért, hogy itt extra fullos fejlesztéseket csináljak a YouTube-nak. Normális, hogy... Na jó van, ennyit akartam igazából, csó mindenkinek.